Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 17-től a 20. versig terjedő szakasszal. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. A pásztorok nem tartották meg maguknak az élményüket. Elmondták másnak is, amit láttak, hallottak, ige hirdetőkké lettek. Nem végeztek ők teológiát, talán még olvasni sem tudtak, de beszéltek arról, amit tapasztaltak, láttak, hallottak. Ezeknek az embereknek missziói lelkülete volt. Tudták, hogy a kapott öröm csak úgy marad meg, hogyha továbbadják azt. Isten éppen azért lett emberré, azért üresítette meg magát, hogy ne mi keressük a magunk hasznát, hanem a másokért éljünk. A pásztorok hirdették, amit a gyermek Jézusról tudtak. Mi ma felnőtt, értünk meghalt és feltámadott Krisztusról, új életet adó erejéről tudunk bizonyságot tenni. Ne gondoljuk, hogy nem kíváncsi erre a világ. Az emberek nagyon is vágyakoznak az Isten után, csak nem mindig találják meg a helyes utat. Mi vagyunk azok, akik tudunk nekik segíteni. Akik már meghallottuk az örömhírt, akik már megtapasztaltuk Krisztus szeretetét. Másokért felelősséget hordozva kell elmondanunk, hogy Jézus Krisztus megszületett és él. Ereje áthatja ezt a világot, szeretete életet megújító hatalom. És azt sem higgyük, hogy kevesek vagyunk ehhez. A pásztorokat, ahogyan Lukács evangéliumában olvashatjuk, még Mária is csodálkozva hallgatta, és megőrizte, forgatta a szívében azt, amit hallott. Néhány éve láttam egy karácsonyi kis filmet, amelyet a református egyház készített. Nagy vízhangot váltott ki, talán a testvérek közül is hallottak róla, esetleg látták is. Készítői mai helyzetbe ültették bele a karácsonyi történetet, ahol a pásztor szerepét egy csobán nevű kamionsofőr vette át. Valóban kissé groteszk, de mégis valahol megható volt nézni, ahogy a társadalom többségének szemében megvetett, visszataszítónak tűnő ember az újszülöttről készült képet mutogatta mindenkinek a mobiltelefonján ebben a kisfilmben. Az oda érkezőknek hirdette, fiú született. Isten előtt tehát nem számít a méltatlanságunk. Meg tud érinteni szeretetével, és akkor mi is tovább tudjuk adni kegyelmének a jó hírét. A karácsonyi tudósítás azzal zárul, hogy a pásztorok visszatértek Betlehemből a nyájaikhoz, és dicsérték az Istent mindazért, amit láttak és hallottak. Mindennapi életükben igyekeztek meghálálni Istennek azt, hogy a közelébe kerülhettek, hogy megismerhették őt. Ünneplésünk csak kis ideig tart. Utána minden megy tovább, mint az ünnep előtt. Mi is hazamegyünk, de folytatódik-e az ünnepünk hálaadással és Isten dicséretével? Amen.